A magas energiaárak következtében, bár zárva tart a Vosinszky-Mór vármegyei múzeum, a dolgozók mégis szeretnének kedveskedni a lakosoknak, így ingyenes kabátos tárlatvezetéseket szerveznek. Ezúttal a vármegye házában látogathattak el az érdeklődők. Az energiaválság okozta a helyzetben a múzeum is megtakarításokra kényszerült, és december eleje óta tulajdonképpen zárva vagyunk, csak előre bejelentkezett 10 fő feletti csoportoknak vagyunk nyitva, de szeretnénk életben tartani, hogy a múzeum dolgozik, létezik, ezért a helyi közönségnek azzal kedveskedünk, hogy a kiállításainkban tárlatvezetéseket tartunk, ingyenes tárlatvezetéseket. Most éppen a Vármegyeháza egy időszaki kiállítása, Mattioni Eszter újra felfedezése című időszaki kiállítása került sorra. A Szekszárdon született festőművész 1923-ban végzett az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola grafika szakán. Az alkotót hímes köveiről és festményeiről ismerték. Egy állandó kiállítása is van a kiállító tereinkben. 1981-ben ajándékozta egy életművének egy szép válogatását a városnak. Ebből van az állandó kiállítás, egy pár évvel ezelőtt pedig megismerkedtünk Darányi Istvánnal, Mattioni Eszter egykori munkatársával, aki Mattioni Eszter hímes köveinek elkészítésében segédkezett, és Mattioni Eszter mellett egy gyűjtővé is vált, és az ő magángyűjteménye adja a kiállítás 90%-át, amiben sok olyan érdekesség van, amit még Szekszárdon nem láthatott a nagy közönség. Például a korai, a tanuló évek rajzai, grafikái, festményei, aztán a párizsi világkiállításra készített nagy, hatalmas méretű kapu köré készített népviseletes festményeknek a vázlata. Ez azért érdekes, mert ezek a festmények nem maradtak fönt, és még sajnos fényképet sem ismerünk erről a műről, viszont 1937-ben a párizsi világkiállításon egy aranydiplomát kapott ezért Mattioni Eszter. Ami még érdekes és nagyon színpompás és dekoratív, az a csendéletek és a tájképek sora, amiből szintén talán kevesebbet láthatunk az állandó kiállításon. Több kedves témája van, amiről ő igazán ismerté vált, ezek a népviseletes képek, illetve az egyik vonalat a népviseletes képek, az 50-es években számos egyházi és később is számos egyházi megrendelést is teljesített, tehát ez a téma sem áll tőle távol, és amiről igazán ismerté vált ez a hímeskő technika, ez egy 20. századi tulajdonképpen épületdíszítő technika, ami különbözik a klasszikus mozaiktól, és ebben vált igazán ismerté Mattioni. Minden életrajzában azt a kedves történetet elmondja, hogy az ő nagymamája Sas Erzsébet, akinek Petőfi Sándor a Négyökrös Szekér című verset írta 1845-ben, és a kiállításon érdekességként itt láthatjuk azt a keresztelő poharat, amivel Mattionit is keresztelték, és viszont eredetileg Sas Erzsébetnek készült, az ő monogramja van benne. Családtörténeti dokumentumokat, képeket, illetve még egy érdekes vonulata van, ugye több fiókos szekrényt elhelyeztünk a kiállításba, ahol dokumentumokat, fényképeket állítottunk ki. A Tolna megyei viseletes, főként a sárközi, illetve siolgárdi viselet, ami az ők festészetében jelentős, az első díját is egy siolgárdi fehérlányok ábrázolásával nyerte el, egy utazási ösztöndíjat Olaszországba, és
érdeke, az ő hagyatékában nagyon sok népviseletes kép maradt fönt. Igaz, hogy nem ebből a korszakból, tehát nem az 1930-as, 40-es évekből, inkább későbbi időszakból, amin népviselet, Tolna megyei népviseletes nőket lehet látni. A Sioalgárdiak a 60-as évekbeli képen még azonosítani is tudják, hogy kik szerepelnek ezen. Ami természetesen Mattioni Eszternek a munkaeszköze volt, tehát előképként szolgált bizonyos festményekhez. A kabátos tárlatvezetésen tehát a résztvevők megismerhették Mattioni Eszter életét, munkásságát. Tervez még hasonló programokat a Vosinszky-Mór Vármegyei Múzeum, legközelebb az intézmény főépületében, amikor Ódor János igazgató az Örökségünk című kiállítást mutatja majd be.